Az egyik embernek 90 évesen is van életcélja, a másiknak 20 évesen sincs. Skrapski Fruzsina tartott léleképítő előadás Szekszárdon. Az előadásban így ötvözöm, mert dokumentumfilmes is vagyok, és a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője, és azt gondolom, hogy a traumáinkra vezethető vissza az is, hogy nem születnek meg a kíván gyerekek, mert félnek a fiatalok a gyerekvállalástól, mert rossz szülői mintáik vannak, és ugyanígy az egész társadalomnak vannak traumái, a kommunizmus, hogy megerőszakolták a nőket, a szovjet hadsereg, 2006, tehát ilyen témákban készítettem filmet, és hogy ezek a traumákat fel kell dolgozzuk ahhoz, hogy egy egészséges társadalom legyünk. Hogy megszületnek-e a gyerekek, az az egész, az mindenkinek a felelőssége. Tehát nem csak a családnak, hanem mindenkinek, aki a helyi közösségben van. A mozgalom egy magyarországi civil szervezet, amely célja a családalapítás, a gyermekvállalás társadalmi elfogadottságának formálása. Sok példaember van, akinek nagyon nehéz gyerekkora volt, vagy szörnyű dolgok történtek vele, vagy gulágrab volt, és aztán mégis ezt nagyon ügyesen feldolgozta, és róluk kell példát venni. Egy pozitív hozzáállás, mindig a jót megtalálni, minden lehetőséget megragadni. Az alapítvány mottója: célunk, hogy megszülessenek a tervezett, kívánt gyerekek, a kezdetektől fogva kíséri tevékenységüket.